reggel ide jövök 8-ra, és akkor 9:30-ra olyan állapotba kerülök, és úgy indítom el a napomat, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, mosolygós vagyok, pedig morcosan, kicsi, ilyen nyűgösen jövök ide. Kozma Orsi 7-8 éve ismerkedett meg egy számára új mozgásformával, a jógával. Már előtte is komolyan vette a sportolást, kemény, személyre szabott edzésterve volt, aminek köszönhetően gyönyörű szálkás testalkatra tett szert. Ám a jóga varázsa villámgyorsan a hatalmába kerítette. Bementem a terembe, egy komoly kinézetű, hosszú ősz hajú fiatalember tartotta az órát. Jól elröhögcséltem meg mindent, az első 5 percben kb. És utána valahogy engem is megszállt ez a fajta komolyság, lenyugodtam, azt éreztem, hogy tényleg én is átadom, átmerem adni magamat. A jóga mellett, hogy javítja a testtartást, hajlékonyabbá tesz, a belső szervek masszírozásával javítja a szerveink működését, emellett növeli az önbizalmat, csökkenti a szorongást. Ez lehetek én, nekem szuper. Orsi egy éve ismerte meg jógaoktatóját, Annát, akit követett egy másik mozgástúdióból a mostaniba. Anna így végig követte, mekkora fejlődésen ment keresztül az énekesnő az utóbbi időben. Orsit tavaly ismertem meg, azóta rendszeresen jár órára. Az ő legfőbb erénye az, hogy nagyon komolyan veszi, nyitott minden újra, és mindig el tud mélyülni az ászanákban, az ászanák testtartásokat jelentenek, amit kitartunk. Azt érzem, hogy a mélyizmokat mozgatja meg, tehát kimegyek egy órára, és rájövök, hogy rácsodálkozom, hogy itt is van izmom, tehát hogy nem csak a lelket tartja karban, hanem igenis megmozgat a kislábujjattól a fejed bubjáig. Lassan indulnék, tudod, széles a világ. Ezt mondjuk heti 2-3 alkalommal csinálod, akkor gyönyörűen leolvadnak a kis zsírpárnácskák a csípődről, a derék tájról, tehát pont ami a hölgyeknek egyébként a legnagyobb problémát szokta okozni. Persze, ha valaki fogyást vár ettől az edzésformától, nem elég csupán a kitartásokra koncentrálnia. Az étkezés itt is ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint általában a fogyókúrák esetében. Sajnos nem tudok lemondani semmilyen jó falatról, legyen az mondjuk a csokoládé vagy egy jófajta pörkölt, csak inkább az adagokra figyelek. Most egy picit nőies vagyok a csípom körül, és ezt szeretném ledolgozni. De egyébként teljesen jobban vagyok magammal, azt gondolom, hogy reális képen van magamról, és így igazából nem szeretnék megváltoztatni semmit.